Alexi Viktóriával beszélgettünk, a Riders Night egyik, vagy egyetlen kitalálójával, nem tudom pontosan, és hogy mikor találtátok ki ezt az egész buli sorozatot, és milyen apropóból? A megálmodója én vagyok, de most már azért egy nagy csapat szerveződött a Riders Night köré. Riders Nightot 5 évvel ezelőtt álmodtam meg, igazából már évek óta gondolkodtam azon, hogy milyen alkalmat adhatunk arra, hogy a lovasok összejöjjenek, szakággaktól függetlenül találkozhassanak lovardán kívül. És aztán tulajdonképpen az aréna adott erre egy rendkívüli lehetőséget, hiszen úgy gyűlik össze a lovas társadalom, mint budapestiek, vidékiek azért erre az eseményre mind összejönnek. Úgyhogy ez remek lehetőség volt, és kipattant a fejemből, hogy erre kell ráépíteni a Riders Night-ot. Számos Riders Night van még egy évben, körülbelül 2-3, valamikor 4 eseményt tartunk. A bázis, a fő Riders Night az mindig az aréna ideje alatt van, tehát az OTP Lovas Világkupa ideje alatt van, de a CSU-n tavaly is, és ezt megelőző évben is rendeztünk Riders Night-ot, az is nagyon sikeres volt, és egyéb nagyobb vidéki, illetve budapesti versenyre építjük, szervezzük rá magát a rendezvényt. A mostani Riders Night, ez az 5. Riders Night, tehát egy szülinapi jubileumi kiadásról beszélünk. Nem árulhatom el, hogy milyen meglepetéseink lesznek, de nagyon jó lesz. Az egyetlen olyan kellemes lehetőség, amikor szakáktól függetlenül találkozhatnak és szórakozhatnak az emberek. Nyilván itt az arénában munka van, verseny van, nagyobb a feszültség, mindenkinek jól esik az esti kikapcsolódás, szórakozás, amikor a díjlovas az ugróval beszélgethet, együtt kocinthatnak, együtt ihatnak, együtt táncolhatnak. Teljesen más látni a lovasokat ott, egy Riders Night estén belül, mint amilyen a hangulat itt nyilván egy verseny alatt. Mettől meddig fog tartani a buli? Zene esetleg milyen lesz? Ez egy éjszakai szórakozási lehetőség, mondjuk ki, ahol vacsorázni is lehet, tehát készülünk egy vacsora lehetőséggel, hiszen maga a hely, a Sunny Lounge étterem és klub, az biztosít vacsorázási lehetőséget, illetve a klub részben pedig folyik a szórakozás, a diszkó. 10 órakor kezdődik, 10 órakor nyitjuk a kapuinkat, mint mindig, akkor érkeznek a vacsora vendégek és az első érkezők, és 11 éjfél körül csúcsosodik, addigra már ott van 200-300 lovas. A helykapacitás egyébként ilyen 300-350 fő, ami eddig minden esetben megtelt. Programok, ami az 5. szülinapi Riders Night-on lesz. Biztosítunk Blackjack asztalt, amit a Jack Daniels támogatásával nyújtunk a lovasoknak. Ez egy ilyen kis izgalom, egy kis játékot viszünk bele. Ez inkább az este elejére lesz jellemző, és azt gondolom, hogy akkor is fogják kihasználni ezt a lehetőséget a lovasok. És a szülinapi meglepetések, hát mennyit áruljak el belőle? 2 sztár lovasunk lesz, egy díjlovas és egy ugró, akiket bevonunk a játékba, és akik megmozgatják egy kicsit a közönséget.